Szép jó hajnalt mindenkinek, Thorin vagyok, ez pedig az Oxygen Not Included folytatása. Kényszerűségből megszűnik a Millwood farmunk, egyszerűen nincs tovább. Na hát a farmból felszabaduló dörtöt gyorsan fel is használják a maradéknak a feldolgozására, ellátására, de hát ez édes kevés. Néhány napra elég talán, de hát az nem sok. Elnézést. Na, lassacskán megszűnik végre ez a korábbi farm. Nem ez kell, hanem kaja. Mi kell ehhez? Clay? Vagy dirt? Hát nyilvánvalóan clay. Ez egy jó hosszú folyamat lesz, úgy vélem. Mire itt a clay-eket kialakítják, főleg amikor ilyen fenomenális oxigén problémás kollégák dolgoznak rajta. Na hát, 2 tonna földet sikerült visszanyerni vele. Nagyon-nagyon lassan próbál kijutni itt a levegő, de csak korlátosan tud. Na hát ez a maga nemében egészen vicces. Felét nagyjából most már egyébként belepumpáltuk ebbe a vezetékbe. Nyomokban egyébként gázt is tartalmaz. Hogy oldottuk meg az elektromos elosztót?
Hát nem túl jó, rövid válasz. Jobb híján egy kis ilyen fúrásra nekiállunk. Na, mi kell a Bristle bosszomhoz? Ehhez kéne csomó slime. Mondjuk elég gazdag. Mennyi slime-unk van? 26 tonna. Dolgozzunk itt slime-okon. No hát, ezzel elemésztjük a slime készletünket. Nem különösebben érdekes. De lesz belőle egy adag extra kaja. Minőségi kaja. Igazából egyébként ennyi nem kell, ennyi egyáltalán nem kell. Hát nem nagyon kapkodják ezt az ügyet. A felsőbe majd meglátjuk, mikor és mi lesz. Na hát, kis takarítást azért megejtünk.
Legalább ott, ahol gyakran járunk. Mi a bolyó ez? Valami abisszalát, ha jól látom. No hát lassú-lassú így. Itt ugye az egyik fő probléma, hogy nincs megfelelő gáznyomás, mindenütt oxigén van, úgyhogy nem tud kijönni az a széndioxid. Az oxigén meg nem tud eljutni sehova se. Most picit talán hasznosabb lehetne. Mondjuk egy ilyen helyre. Próbálkozunk kicsit teret adni a gázoknak, de hát nem egy opció, nem egy működőképes terv. No, hát a gáz azt lassan megtelik, és akkor utána nem működik majd újra. Hát azt hiszem muszáj lesz itt egy gázkieresztőt megejteni. Ha, param pam pam pam. Na, ezt kell jól intézni. Mert ha fordítva építjük fel, akkor nincs teteje. És ez nagyon, nagyon gyakori, hogy fordítva van fölépítve.
No, hát lelkesek azért. A képességeikhez képen, mérten. Sage Hatchling. Meglátjuk, hogy jó vagy sem a Sage Hatchling. Hát lassan kifogyunk a hatchlingekből, ami egy elég ciki állapot. És nem teljesen tiszta, hogy miért. Na, még jött, azt jelenti, hogy előbb-utóbb kifogyunk a... hogy hívják, akkor is. Szémből? Ami még egyébként a kevésbé nagy probléma lenne. Random 100 kg műanyag. Szépen itt elbontjuk ezt, hagyjuk a cuccot beszivárogni ide. Talán attól tartok, majd falat kell emelni, mert én ide akarok eljutni. Vagy éppen ide. Ó, itt az antrientrópi. Megvan, megtaláltuk. Megtaláltuk a nullifierünket. Világ végén plusz kicsit tovább, de megvan. Gyakorlatilag, ha nem fér be ide, akkor vigyétek oda.
Hú. Na hát egy méretes gombafarmot kellett kialakítani, plusz némileg dolgozunk itt a vezetékhálózaton, hát ha egy kicsit jobb helyzetbe jutunk. No, gyakorlatilag bepumpáltuk ezt az egész mezőt. Innen már nincs probléma. Csak még mindig le kell szívni azt a teljes hálózatot. Ami azért egy elég nagy meló lesz. Egy igen-igen nagy meló lesz. Hát ez a víz pumpa rendszer, ez itt továbbra sincs meg, de hát lássuk be, ez ilyen kisegítő program. No, hol tud ő szenvedni? De mi a poklot csináltok itt, gyerekek? Azon kívül, hogy most megfulladtok, mint egy hülye gyerek. Most már négyen. Jó, nem, hát itt random meghalnak. Ugyan semmi nem gátolja meg, hogy följöjjenek. Az oxigénbe, de jobb hülyének lenni. Úgy döntöttek. Hát erre azt tudom mondani, pusztuljon. Pusztuljon az a féreg, amelyik nem képes oxigén környezetben túlélni. Az a Dupe, amelyik meg tud halni úgy, hogy van oxigén a bázisunkon korlátlanul, az pusztuljon. Azért nem kár. Hol tudok kellően gázhelyre fölépíteni nekik sírokat, amik kellően mutatja a hülyeségük mi voltát. Mert ők nem érdemelnek ennél jobbat. Na, viszont akkor két helyünk van. Gyártó. Ha, hát ez van. Kettőnek meghaladta az élet
revalósága képességeit, és képes volt egy oxigénnel jól ellátott bázison megfulladni. Mop. No hát, ez azért nem kicsit képesség volt a gyúpajaink részéről megfulladni egy oxigénnel jól ellátott bázison. Az egyetlen, amiért problémás lehet ez. Mert így innentől kezdve ki tudja, hogy milyen pótlást kapunk rá. És az sose egészséges. Látom, folyamatosan küldi a vákumig az ügyet. Mondjuk cserébe a szűrő ezekkel a mikrodarabkákkal könnyen elbánik. Szóval, hogy mikor melyiket használják, az furcsa. Mondjuk az, hogy masszívan azt használja, ahol van ajtó, az szórakoztató. Vagy fájdalmas, körülményektől függően.
Na, akkor mi lenne, ha megépítenénk ezt a gázvezetéket? Hát, ez elég gázol, gyerekek, ez a két halál. Ez nem is lehet tisztázni, hogy mennyire gáz, mert teljes mértékben tök fölösleges volt. Ötven gram. Na, itt lassan-lassan kifúrják nekem ezt a homokot. Foszforunk szépen elfolyt. Most már a szén is lassan kezd megolvadni. Kétszázhetven fokon olvad, saját állítása szerint. Na, nekiálltak ennek az ügynek, nagyon-nagyon lassan. Mert semmit nem végeznek gyorsan az intelligens dupjaink. Upszi, felteszem, túlmelegedett. Na mindegy, egyelőre nem kell műanyag, van 15 tonna. De eddig tök jól megvolt. Ez meglepő, hogy egyszer csak úgy döntött, hogy neki elég volt.
No se baj. Már ennyi, folytatjuk. Az első gomba aratást be is hoztuk. Kajában jól állunk. Folytatjuk legközelebb. Föltöltve újra a két elvesztett Dupe-nak a helyét.